Bár a helyosztókat csak vasárnap rendezik, az már most látszik, hogy a székesfehérvári Szent István kupa igazi sikertörténet. Ezt nem csak a mérkőzések színvonala igazolja, hanem az is, hogy a résztvevők maximálisan elégedettek a körülményekkel. Persze nem csoda, sok munka volt a torna megszervezésében. Közel 3 hónapos szervezés vett igénybe. Nagyon sok segítséget kaptunk az MKOS-től, a társasági adóból, befolyt összegből kaptunk rá egy nagyobb támogatást, Székesfehérvári önkormányzattól, és sok fehérvári vállalkozó is mellénk állt. A házigazda Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 16 éves fiataljai már játszottak a Bayern Münchennel és a Real Madriddal is, és bár kikaptak, ezúttal nem ez volt a lényeg. A csapatkapitány szerint megtapasztalták, milyen elképesztő fizikai fölény jellemzi ezekben a korosztályokban is a nagy csapatokat, de talán utol lehet érni őket. Szerintem át tudunk jutni, ez igazából a játékosoknak is sok szerepe van, hogy mennyire figyelnek oda edzéseken, és hogy az is, hogy milyen edzésmunkát kapnak, és hogy az edzők hogy állnak hozzá a csapatokhoz. A szerbek edzője szerint a torna magas színvonalú, és az ő további fejlődésüket és bajnokságban való szereplésüket is pozitívan befolyásolhatja, hogy részt vettek rajta. Most először online közvetítésben a torna minden mérkőzését élőben láthatják a nézők a Fehérvár Média Centrum internetes felületén, és az itteni látogatottság is igazolja, érdemes volt Fehérvárra hozni a sztárcsapatokat. Már itt a bemelegítés közben is sokan figyelik a Dávid Kornél kosárcsainak a meccsét, szerintem ez a szám még följebb fog menni, és én bízom benne, hogy ma már ilyen több százas nagyságrendű nézettségről beszélhetünk. A Szent István kupa több résztvevője jelezte már, hogy jövőre is visszajönne. Az idei torna vasárnap a helyosztókkal ér véget.